Ha ma szlovákiai-magyar sportról beszélünk, akkor valójában csak néhány egyéni sporteljesítményről beszélhetünk. Olyan sportolók esetében, akik itt Szlovákiaban magyarnak magukat. maximum a Dunaszerdahelyi DAC foci csapatát említhetjük szlovákiai-magyar csapatként. Ez azonban a két világháború között nem így volt. A két világháború között egy teljes szlovákiai-magyar sporthálózat működött magyar sportklubokkal és csapatokkal, amelyekben magyar sportolók sportoltak, és mögöttük álló erős, szurkolói bázissal. Ennek okát abban lehet keresni, hogy 1918 után a cseszlovakei sportot nemzetiségi alapon kezdték megszervezni. Létrehozták a Cseszlovák Összsporti Bizottságot, amely alá öt nagy nemzetiségi sportszervezet tartozott, a cseszlovák, a német, a magyar, a lengyel és a zsidó. Ezek közül természetesen a Csehszlovák és a német volt a legnagyobb, de mögöttük harmadikként ott volt a Magyar Testnevelési Szövetség, amely az egyik legjelentősebb szlovákiai magyar társadalmi szervezet volt, hiszen közel 150 egyesületet vagy sportklubot tömörített, és több mint 11 ezer igazolt sportolónak az életét irányította. A Csehszlovákiai Magyar Testnevelési Szövetségnek az elnökei Révai István, illetve Barci Oszkar voltak. Ez a sportszövetség, ez nyolc fontos sportágnak a bajnokságait szervezte meg. Ezek közé tartozott a labdarúgás, az atlétika, a tenisz, az asztali tenisz, a kerékpársport, vagy akár a jéghoki, de ezen kívül számos más sportágban is szervezett bajnokságokat rendezvényeket, sportversenyeket. A legfontosabb, természetesen a labdarúgás volt, amelyet az MLS, a Magyar Labdarúgó Szövetség irányított, amelynek elnökei közül ki lehet említeni lieberfinger Frigyest vagy Mayer Samut. A szlovákiai labdarúgás kezdetben három kerületben szervezték meg, a három kerület győztese játszott a szlovákiai-magyar bajnokság győztese címért, és majd ennek a győztese pedig csapott össze, a szlovák bajnokság győztesével, hogy megküzdjenek szlovákia bajnoki címért. A 20-as években tulajdonképpen ebben a rendszerben zajlott a labdarúgás, és eb ebben az időben kiemelkedő csapatként jelentkezett a pozsonyi ligeti, amely akkor a legjobb szlovákia-magyar csapatnak számított, és amely nagyon komoly ütközeteket vívott például a pozsonyi szlovannak a futballcsapatával. A 30-as években átszervezték a szlovenskói labdarúgást és ekkor már a két legfelső szinten közös szlovák-magyar bajnokság folyt és a keleti és a nyugati bajnokság győztesei vívtak csatát szlovákia labdarúgó bajnokának a címért. Ebben az időszakban nem csak a szlovákiai magyar, hanem általában a szlovákiai labdarúgásnak kiemelkedő két csapata volt, a füleki FTC és a kassai KACS. A fülekiek például 1937-ben nyerték meg a bajnokságot, a kassaikat 1938-ban, amikor egyébként a füleki FTC-t győzték le, tehát a két szlovákia bajnoki címért két magyar csapat játszott. Ez a mérkőzés egyébként óriási figyelmet érdemelt, a szlovák rádió is közvetítette, részben magyarul, és jellemző módon egyébként még a mérkőzésnek a bíra is magyar nemzetiségűek voltak, hiszen az MLS-nek volt Magyar Bíró Bizottsága is. A labdarúgás mellett a második legfontosabb szlovákiai sportág az atlétika volt, amelynek elsősorban a nagyvárosokban voltak jelentős klubai, így például a Pozsonyi PTE, vagy a Kassai Kac, amelyek kitűnő atlétákat adtak a szlovákiai magyar sportnak. De hát a leghíresebb szlovákiai magyar atléta egyébként Kócal Mór volt, Csilliz Radványi református lelkész. Igaz, hogy ő még Trianon előtt Szerzett olimpiai bajnoki címet Csehszlovák köztársaság idején, már nem volt aktív. Az atlétika után fontos sportágnak számított a tenisz, amelynek az elnöke Barci Oszkár volt, aki egyébként több ízben is volt Szlovákia teniszbajnoka. Fontos sportágnak számított az asztali tenisz amelyben kitűnőek voltak ismét csak a pozsonyi pt a sportolói. Meg lehet például említeni azt a Sidó Ferencet, aki a pozsonyi PT-ben kezdett, és aztán a későbbiekben, már 1940 után Magyarországon volt többszörös bajnok, és aztán szövetségi kapitánya is volt a magyar asztalitenis csapatnak. Meg lehet említeni például a vízilabdát, amely magyar sportnak számított Szlovákiaban. Például az a Szent Ivan József is támogatta víz, a sport fejlődését, akinek Liptó Szent Ivánban volt fürdője, és ott rendezett többször is ilyen bemutató meccseket. Egyébként a legjobb szlovákia a vízlabda csapatoknak a kassai kac, illetve a zeperjesei etve számítottak. Ezen kívül volt Szlovákia-Magyar Kerékpáros Bajnokság, de érdekességként meg lehetne említeni, hogy volt Szlovákia-Magyar Jéghoki Bajnokság is. Igaz, hogy abban elsősorban a szepességi északi német csapatok játszották a Prímet. 1938-ban, az első Bécsi döntés után, a szlovákiai csapatok nagy része visszakerült Magyarországhoz. Az ottani viszonyok között, a háborús körülmények között, a gyengébb anyagi háttér mögött ezek a klubok hanyatlani kezdtek, és igazából nem értékel el már azokat az eredményeket, amelyeket a két háború között Cseh-Szlovákiában. Aztán 1940 után pedig gyakorlatilag szervezett szlovákia-magyar sportról már egyáltalán nem lehet beszélni, hiszen ezeket a klubokat nem hatták újra szerveződni, vagyonokat elkoboztak, és a mai napig olyan szlovákia magyar sportról, amely külön van szervezve, nem beszélhetünk. Simon Attila voltam a 100 év 100 percben részére.